Sziasztok! A mai videómban ugye szokás szerint a hétvége mindig átvariálódik, teljesen más terveztem, viszont nem tudok elmenni a benzinásapka és a marketingezése, benzinásapka eltüntetése és a marketingezésének a dolgai mellett, illetve a véleményem mellett, ami itt jön. Nem feltétlen politikai célú ez a videó, viszont érdemes látni azt, hogy a politika már, ahogy ezt nagyon-nagyon sokszor említettem, marketing munka. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy ez a mostani elmúlt pár nap üzemanyag hiánya, ez valahol mesterséges, mind állami oldalról, mind pedig a gazdasági, tehát a finomító tulajdonosi oldalról. Szándékosan nem akarom kimondani a cég nevét, de teljesen mindegy is. Szóval az, hogy leáll és nem indul-e újra, vagy hogy indult, tehát ott azt gondolom, hogy ott van benne némi ráhatás. Az, hogy gyakorlatilag úgy csinál megint az állam, úgy veszi az úgynevezett ársapkát, ami amúgy egy nagyon nem biztos, hogy jó dolog volt, úgy veszi el, és olyankor veszi el, amikor a legkevésbé okolható, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha legkevésbé okolható lenne ő érte, és hát kénytelen voltam, mert nem tudok mit csinálni. Nagyjából, amikor elkezdődött az, hogy nem nagyon jut az üzemanyag kutakra, akkor volt egy ilyen ötletem, hogy mi van akkor, ha azt várják, hogy minél több ember kezdje el azt hangoztatni, akár social médiába, üzletbe, irodába, bárhol, hogy bárcsak teriárba, de lenne üzemanyag. Hát akkor majd én megoldom, mert hogy lesz teriárba, hiszen levesszük a sapkát, onnantól kezdve jön az import üzemanyag, onnantól kezdve gyakorlatilag neki fog állni valószínű termelni az a leállított és sajnos sokára elinduló olajfinomító is. Egyébként az egyik cikkbe, amíg még ez az ársapka elvétele vagy megszüntetése nem került elő, addig mondták, hogy jó, hát az vagy 3 hét mire helyreáll, és az egész szállítás az jó esetben tavaszra, tehát a kapacitás meg a tartalék meg minden tavaszra fog tudni helyreállni, majd pár óra múlva bejelentették, hogy fél óra múlva kormányinfo, ahol a MOL vezérigazgató fog megszólalni, na, kimondtam a cég nevét, és ez meg is történt, majd ebben egy időben pontosan közölték, hogy na itt a vége az üzemanyag stopnak. Érdekes módon egy óra múlva lett egy olyan benzinkúton üzemanyag, ahol addig nem volt, ezt másodkézből tudom, és a kettő között nem volt tanker, és kilátás, a délutáni kommunikációjuk szerint kilátásban sem volt, hogy mikor lesz üzemanyag. Na most ugye törvény szabályozta azt, hogy mennyi időn belül neki kutya kötelessége az üzemanyag ellátást biztosítani. Ez egy sokkal régebbi törvény, tehát az maga a benzinkutakról szólt évekkel ezelőtt, most már nem tudom mondani fejből, hogy mikor törvény. No, hát értékelném azt, amit idáig összehordtam, hát ha nem volt érthető. Szóval a marketing. Megint elkezdtek valami folyamatot, hova akarunk eljutni. Ársapkát el kell törölni. Miért kell eltörölni? Először is, mert nemzetközi nyomás van rajta. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy adott esetben a helyi kis benzinkutak kapnak-e üzemanyagot, vagy nem kapnak-e. A helyi embereknek jut-e üzemanyag, vagy nem, mert szerintetek hol érdekli őket. Viszont elképzelhető, hogy a nemzetközi nagy multinacionális cégek, azok a finomító sok, akik ugye ugyanakkorát termelnek, hiszen arra számítottak, hogy ez a magyar piac ez föl fogja venni, viszont nem érte meg behozni, illetve ráfizetéssel jutott volna adott esetben ide el, mert hogy mondjuk nem aral olajból dolgoznak, hanem Brent olajból, de ez mindegy is. Vagy éppen a szállítás, vagy éppen a profit elvárás miatt nem éri meg. Azok ugye készen állva és egyre nagyobb készletekkel várták az ország határon, hogy mikor engedik már be. Tehát innen jöhet egy baromi nagy nyomás. Ők eldöntötték, hogy nagyjából december elején ezt levágják, megvágják, és visszafele egy hét időszakába elkezdték kiadni a utasítást adott esetben egy cégnek, hogy egyre kevesebb üzemanyagot szállítson, állítson le, tartson karban, teljesen mindegy, amit már ugye megtanultunk Ausztriából is, egy másik nagy cégnél, hogy leállították karbantartásra, majd nem indították el, majd sajnáljuk, nem indul, gond van, nem oké, lehet, előfordulhat ilyen is, csak sokkal véletlen. És ezáltal nem tudtak ugye annó Magyarországra importálni,
majd később nem is akartak, ugye. Szóval lényeg a lényeg, nem gondolom úgy, hogy ez egy politikai döntés volt, illetve hogy nem, nagyon rosszul mondtam. De hát úgy gondolom, hogy ez egy erős politikai irány volt, amit megfelelő marketingre alátámasztva, most is tudják hibáztatni azt a bizonyos unió központi helyiséget, direkt nem mondom ki, mert felesleges, hogy a szó elhangozzon. Most is rá tudták kenni, miattuk van, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon csúnya elkendőzése valaminek, ami a háttérben van jelenleg. Eurós hitelek nem jöttek meg, állítólag vétózott a magyar állam, illetve a kormány, hiszen ő képvisel minket, ami lehet, hogy nem igaz, ugye mindig van egy plusz oldal, meg egy mínusz oldal, tehát hogy ne tudd, hogy mi van, és ugye az információ hiány mindig gondot okoz. Fejekbe ugye gondolkodást, odarakod a fő figyelmedet, a fő összpontosításodat, majd az lesz az eredménye, hogy konkrétan nem tudod, hogy hova rakd tehát nem tudod, hova rakd a voksodat. No, hát igazából nem is szeretném ezt tovább nyomni, teljes árba tankol mindenki, ami nem biztos, hogy rossz, nem biztos, hogy jó, viszont szokatlan lesz, és ami eddig beleárazódott pár dologba, az kíváncsi lesz, hogy most hogy fog kikommunikálódni, hogy akkor most már magánembereknek is. Ugye múlt héten talán említettem is, hogy az egyik ilyen, hát magát szabadnak, illetve magát függetlennek mondó újságban megjelent, hogy csökkennek az árak, már a élelmiszer árak, meg az egyéb vásárolni való dolgok, úgyhogy hamarosan az ársapkára nem lesz szükség. Érdekes. Utána kezdett el az üzemanyag elfogyni a kutakról, utána kezdtek a hisztériás sorok állni a kutak előtt, majd utána egyszer csak elveszik az ársapkát. Létezik, hogy ez magától van, létezik, hogy irányított, majd te eldöntötted, amit gondolsz. Köszönöm, ha velem voltál, tetszett a videó, lájkolt kérlek, nem vagy feliratkozva a csatornámra, akkor meg tudod, hogy kell megtenni. Természetesen, ha valakivel megosztanád, annak nem nagyon örülnék. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok, sziasztok!